Nehéz tüzérséggel bombázott lakónegyedek, fegyverekkel megtámadott atomerőművek, humanitárius katasztrófába sodort lakórészek, szenvedésre ítélt lakosság. Csak néhány pillanatkép abból a szörnyűségből, ami jelenleg is az Európai Unió szomszédságában, Ukrajnában, ezekben a pillanatokban is történik. Bombák, rakéták és gépfegyverek üldöznek el milliókat. Gyermekek és családok kényszerülnek mindent hátrahagyva menekülni az ismeretlenbe. És amikor menekülés közben átlépik a határt, ki segít rajtuk elsősorban, legelőször? Nem katonák, nem politikusok és nem hivatalnokok, hanem egyszerű emberek, hétköznapi emberek és civil szervezetek, akik nem szeretnének semmi mást, csak mint a menekültek, nyugalomban és békességben élni és dolgozni. Ők azok, akik felismerték, hogy csak akkor tudunk egy jobb világot teremteni, ha teszünk is érte valamit. Hogy végső soron egymásra vagyunk utalva, nemzetiségtől, nyelvtől és országhatároktól függetlenül. Képviselőtársaim, a múlt héten én is jártam a magyar-ukrán határnál, és onnan hozom a helyben civil segítőknek az üzenetét önökhöz. Azt kérik, hogy segítsük a munkájukat, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy zavartalanul űzhessék azt. Azt kérik, hogy támogassuk őket, azokat, akik az uniós alapértékeknek megfelelően emberségességet és igazságosságot képviselnek a hétköznapokban. Azt kérik, hogy védjük meg őket azoktól az elnyomó kormányoktól, akik orosz mintára üldözik őket. Az üzenetük pedig most különösen fontos, amikor erről a jelentésről beszélünk. A jelentésből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy több tagállamban is a kormányok akadályozzák a civil szervezetek működését. A civil cél zsugorodása pedig közvetlenül összefügg azzal, hogy az EU az elmúlt évtizedben nem állt ki megfelelően az alapértékei, azaz a demokrácia, jogállamiság és az alapvető jogok mellett. Ez oda vezetett, hogy hibrid rezsimek jöttek létre Európa közepén. Ezek a rezsimek pedig nem csak az általuk pénzelt, álcivil szervezetekkel ássák alá a civil szervezetek a civil társadalom lényegét, de normalizálták a kormánytól független civil szervezetek elleni támadásokat is. Jogi, hatósági, adminisztratív úton vegzálnak olyan szervezeteket, amely állami mulasztásokat pótolva látnak el közfeladatokat. A hatalommal visszaélés ezen formáira az EU-nak már a kezdetektől fogva határozott választ kellene adnia. Meg kell teremtenünk azt az európai jogi és adminisztratív környezetet, amely a civil társadalmi rétjejöttének, zavartalan működésének megfelelő biztosítékot adna. Mert független civil szerveződés, független civil szféra nélkül nem beszélhetünk demokráciáról. Ezért szükség van egy olyan európai keretre, amely tisztázza a civil szervezetek finanszírozásának határokon átnyúló lehetőségeit is. Hogy egyenlő feltételek mellett adományozhassanak az európai állampolgárok bármelyik uniós ország civil szervezetei számára. Emellett pedig a civileket vegzáló politikai lépésekre politikai választ kell, méghozzá egyértelmű és határozott politikai választ kell adnunk. Ezért van szükség egy európai szintű civil társadalmi stratégiára, és arra, hogy a civil tér helyzetének a vizsgálata az éves jogállamisági jelentésben is megjelenjen. De ne csak említés szintjén, hanem különálló fejezetben. Képviselőtársaim, végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a frakciók és az árnyék jelentéstevők támogatását. Kezdetől fogva éreztem ugyanis, hogy a jelentés fontosságára és hiánypótló mi voltára tekintettel a frakciók minden támogatást megadtak, hogy a lehető legerősebb és legelőremutatóbb jelentés születhessen meg. A bizottságtól ennek fényében azt kérem, hogy a javaslat mentén a lehető leghamarabb lépjen, hogy még ebben a ciklusban megteremthessük a civilek védelmének minden alapját. Előre is nagyon köszönöm.